Konferenciánkat Malai Misra indiai nagykövet nevében Natisha Satyamurti, az indiai nagykövetség politikai titkára nyitja meg. Úgyhogy szólítom őt és a fordítóját, hogy jelenjenek meg a színpadon. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit ezen a konferencián. Distinguished guests, assembled devotees, ladies and gentlemen. Kitűnő vendégeink, bakták, hölgyeim és uraim. On behalf of Ambassador Malai Misra, I extend warm greetings to all of you and thank ISKCON for giving us this opportunity to share our thoughts on this topic of morality and ethics in the practice of dharma. Malai Misra úr, a indiai köztársaság nagykövete nevében legmelegebb üdvözlettel köszöntöm Önöket, és nagyon köszönöm az MKTHK-nak, hogy ezt a lehetőséget adta nekem, hogy megoszthatom a gondolataimat a moralitás és az etika kapcsán a dharmával, a dharmára vonatkozólag. Practice of dharma is it has to be the guiding light to lead a truthful life in this material world. A dharma az a világító torony, amely segít nekünk eligazodni, hogy egy igaz életet élhessünk ebben az anyagi világban. What is dharma? Mi az a dharma? Dhar, the root word of dharma in Sanskrit means to hold. A szanszkrit dharma szónak a töve a dhar, azt jelenti, hogy megtartani. Dharma means the principle of law that conducts the universe. A dharma az az elv vagy törvény, amely az univerzumot irányítja. It is the eternal law of the Lord. Ez a törvény egy örök törvény, amit az Úr adott. The entire creation is held together and sustained by the God in the law of dharma. A teljes teremtést a Isten törvénye, a dharma tartja össze és tartja fenn. Practice of dharma is practicing the truth. Hogyha gyakoroljuk a dharmát, akkor az igazságot gyakoroljuk. Therefore, whoever speaks the truth is said to follow dharma. Tehát ebből azt következik, hogy aki igazat mond, az követi a dharmát. Dharma includes all external deeds as well as thoughts and other practices that elevate the character of a person. A dharma magában foglalja mindazokat a külsődleges cselekvéseket és azokat a gondolatokat és más elmebeli gyakorlatokat, amelyek egy személynek a jellemét fejlesztetik. Dharma comes from the divine God and leads you to the divine God himself. A dharma az Istentől jön és az Istenhez vezet. Now, if everyone is following their dharma, then they are having a good conduct. Hogyha mindenki a saját dharmáját követi, akkor jól fog viselkedni. A good conduct is the highest dharma. It is the root of all tapas or austerities. A jó viselkedés a legmagasabb dharma és a gyökere minden tapasznak vagy lemondásnak. Righteousness, truth, peace and prosperity all originate from conduct. Az egyenesség, az igazság, a béke és a virágzás mind a viselkedéssel függ össze. Again, conduct is based on morality or ethics. Tehát megismétlem, a viselkedés a moralitáson vagy az etikán alapul. Ethics include our duties, our rights, responsibilities, our virtues and shows us the right way of living. Az etika magában foglalja a kötelességeinket, jogainkat, felelősségeinket, erényeinket és megmutatja, hogy hogyan kell élni. Ethics is the strong pillar on which the edifice of bhakti yoga is built and on which it rests. Az etika
az az egyik, egyik pillér, vagy egyik oszlop, amin a bhakti yoga épületei nyugszik. Ethics also is the gateway to God realization. Etika nélkül az Isten tudat nem lehetséges. Without ethical perfection, no spiritual progress or realization is possible. Anélkül, hogy tökéletesítenénk az etikánkat, lelki fejlődést vagy megvalósítást nem tudunk elérni. Every one of us must be truthful and pure in thought, word and action. Mindenkinek követnie kell, hogy igazságos legyen, és a gondolatait tisztán tartsa, gondolatait, szavait és tetteit tisztán végezze. A purity in thought and action, forgiveness, generosity, humility, selflessness are ethical values that lead to good conduct. A gondolkodásban és a cselekvésben való tisztaság, a megbocsátás, a nagyvonalúság, az alázat és az önzetlenség olyan etikai értékek, amelyek jó viselkedést eredményeznek. To have ethics or morality is to realize the presence of Lord in oneself and recognize Him in all others as well. Hogyha etikusan élünk és morálisan élünk, akkor megvalósítjuk az Úr jelenlétét saját magunkban és felismerjük másokban is. He who leads a moral and ethical life attains freedom from this chakra of life and birth again. Aki morális, etikus életet él, az eléri a megszabadulást ebből a születés-halál, újraszületés körforgásából. Practice of ethics will help you to live in harmony with your neighbors, your family, friends, conserve the environment, preserve the wildlife, which are all manifestations of the Lord. Ha etikusan élünk, akkor segít az bennünket abban, hogy a szomszédainkkal, barátainkkal, családtagjainkkal békében éljünk, hogy megvédjük a környezetet és az élő természetet, amelyek mind az Úr megnyilvánulásai. It will purify your heart and keep your conscience clean. Megtisztítja a szívedet és a lelkiismeretedet is tisztán tartja. A moral man who follows the principles of ethics will not deviate from the path of dharma or righteousness. Egy morálisan élő ember, aki az etikai elveket követi, nem fog eltérni a dharma vagy helyes életnek az ösvényéről. Yudhishthira had earned an eternal reputation for his practice of dharma. Yudhishthir örök hírnévletet szert azzal, hogy etikusan élt. He was an embodiment of dharma, hence he still lives in our heart. Ő maga volt a dharma megtestesülése, ezért még ma is szívünkben él. One who tries to recognize and see the Lord in all forms, endeavor to go back to the universal being. Aki megpróbálja felismerni és meglátni az Urat minden formában, az arra törekszik, hogy visszamenjen hozzá az univerzális lényhez. Everyone knows that in loving others, one loves himself, and through the practice of cosmic love, he feels that the whole world is his family and one home, Vaishnava Kutumbam, as we call in India. Szélemmel tudja, hogy ha szeretünk másokat, akkor ezzel magunkat is szeretjük, és emel kozmikus szeretet gyakorlása révén megérezzük, hogy az egész világ is, az egész világ a családunk és otthonunk. Vasudeva Kutumbakam. Gradually everyone becomes purified and goes back to the Godhead Krishna. És fokozatosan megtisztulnak és visszamehetnek Istenhez, Sri Krishnához. I sincerely thank ISKCON for giving me this opportunity to talk on this subject, and I have tried to share a small thought of mine. Nagyon szívből köszönöm az ISKCON-nak a lehetőséget, hogy erről a nagyon fontos témáról beszélhettem, és köszönöm szépen. I wish the foundation all success and pray for the happiness and prosperity of all of you. Sok sikert kívánok a konferenciához és mindenkinek sok boldogságot.
May Krishna keep you all in the path of Dharma and attract us only to His beautiful form and sweet name. Azt kívánom, hogy mindannyiunknak, és imádkozom Krishnához, hogy mindannyiunkat tartson a Dharma útján, és csak az ő szép formájához és édes nevéhez vonzódjunk. Thank you very much.